A Pager 4 programozó szoftver felső menüsorában, hogyha váltunk a menüpontok között, akkor mindig az adott menüponthoz tartozó aktuális ikonok jelennek meg, de van hat ikon, ami állandó. Az első kettő az a kapcsolódással kapcsolatos ikon hogy ha, már kapcsoltunk az eszközhöz, akkor a második ikonnal tudjuk bontani a kapcsolatot, tehát egyszerűen csak rákattintunk, és már is bontotta a kapcsolatot az eszköz felé a szoftver, ugye itt látszik is a naplóban, hogy kapcsolat bezárva. Illetve az első ikon az a kapcsolódás, ezt már egy másik videóban megnéztük és beszéljünk akkor most itt erről a következő négy ikonról, ami mindig látható. Az első ezek közül az olvasás, ami az eszközről beolvassa a beállításokat, amik az adott menüponttal kapcsolatosak. Hát, ha erre rákattintunk, akkor megjelenik egy kommunikációs ablak, és a szoftver lekérdezi a beállításokat az eszközről az adott menüpontnak megfelelően. A mellette levő gomb pedig az írás, hogyha változtatunk bármit a beállításokon, amik, amiket, amelyik menüpontban vagyunk, akkor ahhoz, hogy ezek a beállítás módosítások érvénybe lépjenek, ahhoz fel kell írnunk az eszközre. Tehát például, hogyha én szeretném beállítani az APN-t, és beírok ide egy APN nevet, akkor ahhoz, hogy ez érvénybe lépjen, ahhoz az írásgombra kell kattintanom. Ha ezt nem teszem meg, akkor ez a beállítás nem fog érvénybe lépni. Tehát ha én most rákattintok az olvasásra és ismét kiolvasom a konfigurációt, akkor látszik, hogy el is tűnik innen az APN név beállítás, mert hogy nem lett elmentve. Viszont ellenkező esetben, hogyha rákattintok az írásra, akkor ki fogja írni a konfigurációt az eszközre a szoftver, és ha most kattintok az olvasásra, akkor miután beolvassa a konfigurációt, nem fog megváltozni az APN név, azért, mert hogy ezt a beállítást már kiírta az eszközre a szoftver. A következő ikon a mentés fájba. Ezzel a teljes konfigurációját a Pager 4 le tudjuk menteni egy fájba, hogyha erre rákattintunk, akkor megnyílik egy dialógus ablak, itt elnevezhetjük a konfigurációt. Annyi segítséget a szoftver azért ad nekünk, hogy az első rész az a dátum, tehát hogy melyik nap, és egy pontos óra, perc, másodperc időpont, ezt belerakja a fáj nevébe, ezt egyszerűen kiegészíthetjük, hogyha szeretnénk még valamivel, vagy hogyha rákattintunk a mentésre, akkor ez a konfiguráció kiíródik egy fájba. Ennek az a jelentősége, illetve az azért hasznos, mert hogyha van egy fix beállításunk, amit az eszközön a leggyakrabban alkalmazunk, akkor ezt kimenthetjük egy fájba, és az összes többi eszköznél a felprogramozáson, az nagyon egyszerűen történik, rákattintunk a betöltés fájból ikonra, kiválasztjuk a már elmentett konfigurációt, megnyitjuk, és ezzel a szoftver be betöltöttek a konfigurációk, ez hát ilyenkor még azért érdemes ugye kiírni az eszközre, mert ez csak a felületre töltötte be a konfigurációt, de ha ezt megteszünk és rákattintunk az írásra, akkor kiíródnak a beállításaink az eszközre, és és gyakorlatilag pár kattintással fel tudtuk programozni minden beállításunkat. Tehát ez a, ez a hat ikon a kapcsolódással, a beállítások olvasásával, írásával és a konfiguráció fájba mentésével és onnan visszatöltésével kapcsolatos ikonok, ezek minden menüponton belül megtalálhatók és, és elérhetőek. Ezen kívül vannak Magára a menüpontra specifikus ö, ikonok és funkciók, ezeket majd a menüpontoknál fogjuk egyesével megvizsgálni.